Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Televízió csütörtöki híradója. Kezdjük a legfontosabbakkal röviden. Fesztiválozunk. A P-nappal elkezdődött a Kanizsa Fest, egész hétvégén programok sokasága várja a kanizsaiakat. Iskolatörténeti siker. Országos versenyeken remekeltek a turisdiákok. Apródok. A huszárság hagyományaival ismerkedtek az óvodások a Túri György Múzeumban. Megkezdődött a 4 napon át tartó Kanizsa Fest. A P-napon, amelyet a Pannon Egyetem helyi kampusza és a Pannonia cégcsoport szervez, az időjárás némileg felborította a menetrendet. A nyitánt jelentő koncertet például az Erzsébet tér helyett a HSMK-ban rendezték, de mindez nem zavarta a publikumot. A gyerekek, pedagógusaik és a szülők is tombolva hallgatták az előadást. Egymás után folyamatosan érkeztek a gyerekek és kísérőik a HSMK-ba. Miután mindenki megtalálta a nagy teremben a neki megfelelő helyet, elkezdődött az Alma Együttes várva várt koncertje. A könnyedebb hangvételű dalok után a zenészek nem fogták vissza magukat, és jól megtáncoltatták a közönséget. A gyerekek láthatóan nagyon élvezték a koncertet, szinte nem is volt olyan pillanat, amikor ne táncoltak, ugráltak vagy énekeltek volna. Az tetszett a legjobban, amikor a Nádaházát énekelték, nagyon jó volt. Na és az miért volt jó? Azért, mert azt már régóta ismerem, és az ilyen nagyon jó dal. Jó volt, nagyon. És miért volt jó? Mi tetszett a legjobban? A Nádaházat tetején. Na és az miért? Miért az volt a legjobb? Mit ennél jobb? A zenekar a szórakoztatás mellett tanítani is akar. Ezeket az üzeneteket, tehát a sport szeretete, a vitamin, hogy egészségesen élni, stb. Azt gondolom, hogy egy olyan embernek, aki gyerekekkel foglalkozik és színpadra áll, annak ugye van felelőssége is. Tehát ez egyértelmű, és ezt a felelősséget, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát valamilyen szinten oktatnia kell a gyerekeket. Az Alma Együttes koncertjére megtelt a HSMK, de az Erzsébet tér sem maradt üresen. Sokan kipróbálták a sporteszközöket, és még gokártozni is lehetett. Délután gólyalábasok vették birtokba a főút és az Adi utca kereszteződését. A könyvtárpártoló alapítvány programsorozatának fináléjaként 8 iskola, 8 osztálya, egyszerre 200 diák állt gólyalábakon, majd megkezdődött az intézmények közti verseny. A gyerekeknek előbb 5 percig kellett ugrálniuk, majd azok nyertek, akik a legtovább bírták fél gólyalábon. A versenyhez a köztársaság bandája is csatlakozott. A Kanizsa Festen lesz még lehetőség gólyalábazni, szombaton déltől a Kiskastély udvarán, vasárnap pedig az Erzsébet téren. Jó irányba induló folyamatnak nevezte Bitay Márton a vadgazdálkodás új szabályozását. A Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős államtitkára egy vadgazdálkodási fórumon mondta ezt az új vadászati törvényről, a végrehajtási rendeletekről, a tájegységi vadgazdálkodásról és a tájegységi fővadászok kinevezéséről. A minisztérium tájékoztatása szerint az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar vadgazdálkodásnak és a magyarországi vadállománynak újra a világ élvonalába kell tartoznia, a kormány és a szaktárca pedig mindent megtesz az ágazat fejlődése érdekében. Bitay Márton elmondta azt is, hogy a múlt hónapban kezdődött új, a vadászati törvény értelmében immáron 20 éves üzemtervi ciklusra kijelölték a vadászterületeket, megválasztották és bejegyezték a vadászatra jogosultakat, valamint a lejáró üzemtervű vadászterületek majdnem mindegyikében megtartották már a tulajdonosi gyűlést. Fellélegezhettek az allergiások, a múlt heti hideg esős időjárásnak köszönhetően csökkent a pollen terhelés. A platán és a tölgy virágpora közepes mennyiségben volt jelen. Ugyan egy-két napon a kőr is, a dió és a fűz koncentrációja is elérte ezt a szintet, de jellemzően nem okoztak tüneteket. Alacsony koncentrációt mértek egyebek mellett még a juhar, a nyír és az allergéngombák esetében is. Több évtizede nem értek el olyan eredményeket rangos országos versenyeken a Túri szakközépiskola tanulói, mint most. Szakmai és közismereti területeken is remekeltek a kanizsai diákok.
A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett vendéglátóipari tanulmányi versenyen ért el országos első helyezést az iskola egyik végzős tanulója. Amiből készült az vendéglátógazdálkodás, szakmai számítás és marketing, ezen túl pedig a döntőbe még hozzájött a termelés és az értékesítés, tehát a szakács és a pincér munkakörök, illetve az élelmiszerismeret, mint elméleti tananyag. Fertőfi Tamás Lajos ezen a pályán szeretné folytatni tanulmányait, illetve kamatoztatni tudását. Általános iskolában már megkörvonalazódott bennem egy kis mértékben, hogy ez a szakma tetszett meg leginkább. És hát a jövőben ugye először mindenképp egy technikus végzettséget, mint szakmát szeretnék szerezni. Utána gondolkodnék a felső oktatásokba is, de későbbiekben talán egy oktatói jellegű esetlegesen vissza a suliba talán, de hát még kiderül. Az iskola rendkívül büszke arra a fiatal, 9. évfolyamosokból álló csapatra is, amely nem a vendéglátásban jeleskedett, hanem az országos szakmai közismereti tanulmányi versenyen ért el 3. helyezést. Egy projektmunkát kellett beadnunk. Ez volt az előzménye a felkészülésnek. Nagyon rövid időt kaptunk arra, hogy térképezzük fel, milyen az iskolánk számítógépes hálózata, milyen eszközöket használnak az informatika tanulásra, tanórán, illetve tanórán kívül a fiatalok. Ezt összeállítottuk, beküldtük. Az országosra egy 5-6 perces filmet is létre kellett hoznunk, amelyben bemutattuk, hogyan képzeljük el a jövő iskoláját, és milyen eszközöket használunk okos eszközként a tanórákon. Mindezeken túl az országos szakmai tanulmányi versenyen a Keri 3, a szakma kiváló tanulója versenyen pedig 5 diákja ért el kiváló eredményeket. 6. alkalommal rendezte meg a nagykanizsai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Battyányi Gimnázium a középiskolásoknak kiírt német nyelvű versenyt. A döntőt 2 írásbeli forduló előzte meg, ahová 60-nál is többen jelentkeztek. A 2. körbe azonban már csak 30-al jutottak tovább, a döntőbe pedig a legjobb 7 tanuló. Az egyik zsűritagunk, Urike Berkel, német anyanyelvű, tehát ő mindig dicséri őket, tehát az írásbeli ugye egész más, mint a szóbeli. Itt a szóbelin azt mondja, hogy jó a szókészségük, tehát rendesen lehet velük beszélni, megértik válaszokat, szókincs is megfelelő, úgyhogy ő mindig úgy nyilatkozik, hogy jól tanulnak a gyerekek. Állatok lepték el a piarista iskolát, a diákok házi kedvenceiket vitték be az intézménybe. A legtöbb teremben így hörcsög, nyúl vagy éppen papagáj töltött el egy napot a diákokkal. A legkülönlegesebb állat egy gekkó volt. Egy fenntarthatósági témahetünk van, aminek a címe, a mottója, mondd, szereted az állatokat. E köré épül az egész hetünk, a délutáni tanórák helyett, illetve alkalmával különböző projektfeladatokat oldanak meg a gyerekek. A hétfői napon az égbolttal, a vizekkel foglalkoztunk, kedden a növényekkel, a mai nap az égitestek volt a téma, csütörtökön a vízi állatok, madarak, illetve pénteken az állatok témakörét dolgozzák fel a gyerekek. Fenntarthatósági témahetet rendeznek a Hevesi Sándor általános iskolában is. A vendégelőadók például a hazai vizek élővilágára, a tudatos vásárlásra, az internet veszélyeire és a felelősségteljes állattartásra hívják fel a diákok figyelmét. A kanizsai menhely munkatársai látogatásuk alkalmával bemutatták az állatotthonról szóló filmet, és kvízjátékkal is készültek. 4 napos nyári táborozást nyerhetnek a hetedikesek a kanizsai kamara pályázatán. A Szakma Dicsérete című pályázaton a feladat és a nyeremény is a pálya és szakma választást segítheti. A diákoknak egy mesterséget vagy szakembert kell írásban bemutatniuk. A kamara május 10-ig várja a pályamunkákat. A tábor a Sármelléki Tüskevár erdélyi iskolában lesz, a nyertesek megismerkedhetnek a környékkel, a szórakoztató programok mellett pedig szakma bemutatók is lesznek. Egy A4-es oldal terjedelemben kellene megfogalmazni röviden, egyszerűen, hogy ők hogy látják a szakmát, vagy azt a személyt, aki ezt a szakmát űzi, gyakorolja, mi esetleg a tapasztalatuk, benyomásuk, mi tetszik benne, mi nem. Tehát igazából ilyen személyes hangvételű fogalmazásokat várunk. Ezt egy független zsűri fogja értékelni, és a legjobbnak tartott 15 dolgozatot választja ki,
az ő alkotóik, ez a 15 diák vehet részt majd június 26-29 között, tehát 4 napon keresztül Sármelléken egy bentlakásos táborban, ami teljesen ingyenes a számukra. Kishuszárok és markotányos lányok zsivajától volt hangos tegnap a múzeum udvara. Három óvodából érkeztek gyerekek az intézmény projektzáró rendezvényére. Az elmúlt hónapokban mintegy 180 óvodás ismerkedett meg a különböző történelmi korszakok viseleteivel. Ez itt rajt mi? Rózsa! Csákó rózsa! Ez milyen tollból van? Nem akadt olyan kérdés, ami kifogott volna az óvodásokon. A gyerekek élményekkel teli egy órát töltöttek a nagykanizsai császárhuszárok társaságában. A foglalkozás a Gyere velünk a múzeumba sorozat záró rendezvénye volt. A 2016. októberében indult program egyes állomásain, öt kanizsai és városkörnyéki intézmény vett részt, köztük a Galambok Kimese váróvoda. Mindig valamit haza is vihettek a gyerekek, szerintem ez volt számukra a legjobb, hogy gyöngyöt fűztek, azt el is vihették magukkal, mozaikot készítettek, szerintem nagyon ötletesen állították össze, pont erre a korosztályra kitalálva. A múzeum az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán nyert 1 millió forintot a program megvalósítására, amelynek középpontjában az öltözködés állt. Egy interaktív foglalkozás sorozat volt, ami úgy kezdődött, hogy legfőképpen a múzeum dolgozói beöltöztek abba a korszakba, tehát kezdtük az őskori ember, az ősember hogyan nézhetett ki, és akkor így kis ruhákat vartunk, és a gyerekek is kipróbálhatták. Az élményközpontú foglalkozásokon több mint 180 óvodás ismerhette meg a múlt értékeit és a nemzeti hagyományokat. A szervezők bíznak abban, hogy a gyerekek a későbbiekben is visszatérő vendégei lesznek a múzeumnak. Mérő László matematikus, pszichológus volt a vendége tegnap este a HSMK-nak. Az ELTE tanára az érzelmek szerepe döntéseinkben címmel tartott előadást. A szakember különféle példákon és helyzeteken keresztül mutatta be, hogy a két dolog miként kapcsolódik össze, valamint hogy mennyire határozza meg a mindennapjainkat. Az utóbbi 20 évben, 25 évben, ha egész röviden össze kell foglalnom, hogy mire jutottak a pszichológiai kutatások, az, hogy érzelmek nélkül nincs értelem. Tehát, hogy furcsa módon nem az van, hogy amit mondjuk Descartes gondolt, hogy teljesen külön válik a test és a lélek, hanem hogy úgy össze vannak bogozva, kavarva bennünk, hogy szét se lehet választani őket. A rajzaival mesél Varga Attiláné, zalakarosi művésztanár. Erről bárki meggyőződhet, aki ellátogat a Hevesi iskola legújabb kiállítására. Az alkotót tegnap Kollonai Zoltán zongora növendékei és az iskola versmondói köszöntötték műsorukkal az ifjúsági megnyitón. A ceruzával, vízfestékkel és akvarellel készült képek színekben és jelképekben gazdagok, így nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is van mondani valójuk. A kiállításhoz kapcsolódóan meseíró pályázatot hirdettek a Hevesis gyerekeknek. Egy általuk választott alkotáshoz kell kétoldalas kézzel írt mesét kitalálniuk május 19-ig. A helyezetteket a következő kiállítás megnyitóján jutalmazzák. Itt azért örülök ennek a meseíró pályázatnak, mert a kiállításaik mindig interaktívak, ami azt jelenti, hogy valamilyen értelmes, tartalmas módon bevonják a gyerekeket ebbe a tárlatlátogatásba, nézésbe, odafigyelésbe, és számomra ez azért fontos, mert ha közelebbről oda megy, kérdez képekről, nagyon szép és jó, de ha ő leül és ír egy mesét, bármelyik képről, vagy csak egy kis valamiről, ami megragadta bármelyik képen, akkor a csoda már elindult, a rétra már működik. És az a cél, hogy minden gyerek egy kicsit nyitottabb legyen, bátrabb legyen, és jó irányba haladjon. Híradónk végén jöjjenek még egyszer legfontosabb híreink egy-egy mondatban. Fesztiválozunk. A P-nappal elkezdődött a Kanizsa Fest, egész hétvégén programok sokasága várja a kanizsaiakat. Iskola történeti siker, országos versenyeken remekeltek a túris diákok. Apródok, a huszárság hagyományaival ismerkedtek az óvodások a Túri György Múzeumban. Ez volt a Kanizsa Televízió híradója, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!